Sziasztok! Én Dorina vagyok. És hát... Hogy is van? Mindig. Szóval, látjátok, most itt ülök egy különleges helyen, szembe a gépemmel, és megadtam egy nagy Európa térkép. Nagyon jó. Ja, szóval itt ülök a székemen, na. És ide nagyon szépen kitámasztottam a mikrofonomat. Nagyon kreatív módon. Na, hát ugye ez a Beszélgessünk Dorinával harmadik része, azaz harmadik része, amiben a címből is kiderül, hogy miből fogok most beszélni, miről fogok beszélni. Ez annak is tekinthetjük nem csak a harmadik résznek, hanem a vlogok közül az első résznek. Tehát ugye most mivel megvan ez a webkamerám, ezért úgy gondoltam, hogy akkor most el is kezdek vlogokat gyártani. És hát úgy is látjuk, hogy a vlogok kezdetének ez az első része. Szóval, ja, ezt a sorozatot is elkezdjük, ezeket a vlogokat. Na, akkor egy pillanatot kérek. Ide. Na. És akkor... na. Kicsit közelebb jövök így a mikrofonhoz. És látjátok, megint felvettem a Mikulás sapkámat és a nagyon szép kis boámat. Ja. Na, akkor kezdjük is el. Nem húzom tovább a szót. Elsőnek is nézzétek, milyen üvegem van. Burnös üvegem, váltok össze, hogy tartsam. Így. Burnös üveg, ami ugye a mi logónak, az a tűzlány, ugye az a Burnnek a jelképe, tehát ha beírjátok Google-be is megtaláljátok azt a képet. És hát most ezért elővettem ezt az üveget, és megmutatom nektek. Tehát ez a mi kis jelképünk. Na, ennyit erről. Na, amiről beszélni szeretnék, ami a legfontosabb dolog, az élőadás. Na, ugye... Úrmisten, hogy nézek ki? Ó, nagyon szép. Nem? Na, jó. De már. Na, várjátok egy pillanatot, ezt be kell állítanom. Jó van. Na. Állj már meg. Hát ez csodálatos. Na, így talán. Kicsit lejjebb ülök, és akkor így hallatok, remélem. Na, szóval. Ugye tegnap szombaton lett volna az élő adásunk. Na most, aki esetleg rákukkantott, az láthatta, hogy elrontottuk igazából, mert ugye mi készültünk rá, meg minden, és hát elkezdtük ugye streamelni, mert már innen moly lepke. Viszont az lett a cucc, hogy ugye elkezdtük, de mondjuk egy 10 perccel később tudtuk csak elkezdeni, mert mi akkor kezdtük el, csak ugye be kellett állítani azt, be kellett ezt, ezért volt egy kis csúszás. Na most nem ez volt a legkisebb problémám, hogy csúszás volt, hanem az is, hogy utána, mikor már elindítottuk volna, jó, elindult minden, láttatok minket, ott voltunk, beköszöntünk, stb. És utána, amikor elkezdtük volna játszani a játékot, ugye Csével kezdtünk volna, az történt, hogy leveszem a szemüvegem. Ja, leveszem, mert nem kell ide. Szóval az történt, hogy nem indult a játék. Tehát jó, indult a játék maga, csak ti nem láttátok, tehát live-ban nem lehetett játni, csak egy fekete képernyőt. Viszont a facecam-et meg lehetett látni. És nem tudtuk, hogy mi a baja, próbálkoztunk minden, azzal is elment az idő már. És
kipróbáltak utána a FIFA-n, és semmi. És ugye, tehát nem látszott a játék, mi próbáltuk megoldani, de nem sikerült. És akkor, amikor ment a live, ugye a YouTube kiszokta írni, hogy a milyen a minősége, jó, vagy oké, okay, vagy rossz, vagy nagyon jó. És hát nekünk eddig minőségileg jó volt minden, és akkor utána azt írta, hogy rossz. Tehát szerintem akadozott is, csúnya volt a kép, már minden baja volt, és hát így ugye nem volt jó. És na akkor kiakadtunk teljesen, és azt mondtuk akkor, hogy ezzel is szarakadtunk, hogy 20-30 percet, és akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor a játék így lefújva, és hát amúgy történtek így közben ilyen vicces dolgok, tehát Zalán leöntötte magát, stb. Tehát vicces dolgok történtek ugyan, meg nevetgéltünk, meg beszélgettünk. Csak hát így a játék live így nem jött össze, sajnos. És így azt kellett csinálnunk, hogy ugye akkor mondtuk, hogy jó, akkor azt csináljuk, hogy csinálunk egy reakció videót. Na, elindítottuk ugyan. Megkerestük azt a videót, amire reakcióztunk volna, de mutatta is, meg minden, de nem töltötte be a YouTube. Arra is vártunk 10 percet, nem töltötte be egyszerűen, mert olyan lassú volt az internetünk, hogy ugye közben live voltunk is, és közben nem tudtunk videót nézni. Szinte alig tudtunk valamit is megnyitni, és ez volt a baj, ezért nem szarakodtunk tovább vele, hanem arról is lemondtuk, és akkor mondtuk, hogy akkor jó, akkor kihúzzuk a nyertest. Ugye már volt egy nyereményjátékunk, a második nyereményjátékunk, amire ugye ma járt volna le az idő határ, de akkor úgy gondoltuk, hogy mi a játék is elmaradt a live-ban, meg a reakció is, ezért úgy gondoltuk, hogy akkor legyen a végére egy kis izgalom. Ezért azt csináltuk, hogy ugye a második nyereményjátékunknak a sorsolását csináltuk meg live-ba. Ugye beletettük egy Mikulás sapkába a kettő nevet, ugye az I'm Defi, illetve Kuksi csatornájának a nevét. Papírokra ráírtuk, és akkor beletettük a sapkába, összeásztuk, és Zalán kihúzta, és a nyertes nem más, mint Kuksi csatornája, szóval már gratuláltunk, de még egyszer gratulálunk innen neked, Kuksi. És ugye vele fel fogjuk venni a kapcsolatos, jó, a kapcsolatot e-mailben, és megkapja természetesen a nyereményét, de a Defi se szomorodjon el, máskor is lesznek nyereményjátékok, és máskor is lehet lesz nyerni értékes ajándékokat. Na, szóval, de köszönjük mind a kettőjüknek, hogy neveztek a nyereményjátékra, de szóval élőben ezt kihúztuk, láthattátok is, megmutattuk, hogy nem csaltunk, de akkor ezt a videót most bevágom ide. Egy nyereményjátékot. Aminek az a nyereménye. Még egy kicsit. Jó van. Aminek kicsit. Az a nyereménye, hogy ugye a nyertes játszhat velünk majd a elkövetkező hetekben FIFA World-ot, vagy pedig Team Fortress 2-t. És inkább játszhat FIFA. Velünk együtt, mert ugye ezt lehet online. És ketten neveztek, sajnos, de nekünk ez is tökéletes. Az egyik nevező az I'm Defi, azt hiszem. A másik pedig Kuki csatornája. Amúgy nem. De. Na, akkor beletesszük. Na, mi már úgy csináltuk, hogy ezt a két nevet, még ugye nem járt le a határidő, de úgy gondoltuk, ugye holnap járna le, ezért úgy gondoltuk, hogy akkor ma sorsoljuk ki élőben, hogy lássátok, hogy nem csalunk. Akkor az egyik... Te kevered össze. Az egyikre fel van írva az, hogy... ugye tehát a két név fel van egy-egy papírra írva. Mutasd meg, akkor... hogy nehogy jelen, mind a kettőre az én írva. Nem, most nem mutatom meg. De utána, hogyha kihúzok, megmutatom. És betesszük ezt be a Mikulás sapiba. És én összerázom. Zalán pedig ki fogja húzni. Csingiling, csingiling, cseng, szól. Lehetett? Úgy ebben nem nagyon rázódik össze, de... Hát azt írjunk bele, és úgy keverjük. Mindegy. Jó, akkor így keverem. Oké, és... Várjál!
mondani, és akkor most a döntő pillanat, és gyerekek, hogy ki lesz mondani a második nyereményjátékunknak a nyertese, Zalán kihúzza. És nézzük ki a nyertes. A nyertes pedig, várjál, nem látszik Adira. Várjál. Úramisten! Na, csak ez már érted. Itt van Kuksi csatornája, a nyertes, várjál, fókuszálj már, nem fókuszál, nem baj, szerintem valamennyire látszik. Kuksi csatornája, a nyertes, gratulálunk. Oda is van írva, és egy smiley, ami itt letépődött. Na hát akkor, megtapsolt Kuksi csatornáját, vele felvesztjük a kapcsolatot e-mailben, és a nyereményét természetesen megkapja. Na, de hogy megmutassuk, hogy nem csaltunk a másik papírra, ugye a másik ember van írva. Akkor egyszerre kettőt, vagy nem. Ó. Na. Szóval ugye ott a nyertes. Kuksi. Itt pedig, ugye, I'm Defi. Ugye hát... Még egy kicsit, még. Ő volt a másik. Nem baj, nem fókuszál, de látjátok, hogy nem ugyanaz. Na szóval, gratulálunk a nyertesnek még egyszer, de a vesztese keseredjen el. Máskor is lesznek nyereményjátékok, jó, hogy már. Szóval máskor is lehet lesz nyerni. Ja, szóval ez lett volna a Kerecsényi nyereményjáték. Úgy bizony, dah! Na, és... szóval... láthattátok, hogy... az, hogyha valaki lemaradt volna róla, láthattátok, hogy hogyan húztuk ki. Szóval vele felveszünk a kapcsolatot, és megkapja a nyereményét. Na, és utána ugye vége lett a live-nak, elköszöntünk, tehát sajnálatos módon ennyi lett a live. Lett egy 45 perces, de annak a fele ilyen szarakodás, meg ilyen bénáskodás. Szóval tényleg nagyon sajnálok még egyszer, Zalán nevében is mondom, hogy nagyon sajnálok. Na most, hogy akkor lesz-e live a továbbiakban? Ez jó kérdés. Mi úgy döntöttünk, hogy akkor még egyenlőre nem lesz live. Terveztünk új évre is live-ot, de mivel ez nem sikerült úgy, ahogy akartuk, ezért az se sikerülne úgy. Nem azért, mert nem tudjuk. Jó, megcsináljuk, megcsináltuk volna, csak az internetünk rossz. Tehát... és hát nem rossz, hanem jó, csak ehhez nem erős, tehát nem olyan erős. De, szóval most azt mondom, hogy nem lesz live. Majd csak a későbbiekben, talán amikor már több feliratkozónk lesz, amikor már a feliratkozók is ohajták, lehet, hogy addigra lesz jobb internetünk, stb. És akkor már tapasztaltabbak leszünk, és tudunk majd live-olni. De nem biztos, hogy nem lesz live. Előre mondom, mert hogyha addig jól meg tudjuk oldani úgy, hogy működjön minden, működőképes legyen, és már azért lesz több feliratkozónk, és lesz igény rá, tehát most nem akarom úgy, hogy feleslegesen itt kapkodni a fejünk után, hülyéskedni vele, azért, hogyha ti nem nézitek. Tehát most értitek, most hogyha senki nem nézi, akkor teljesen felesleges. Na szóval, nem mondom biztosra, lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem, de ha lesz, akkor úgyis bejelentő lesz, szóval tudni fogtok róla. Na szóval a live-ról igazából ennyit. Tehát tényleg még egyszer nagyon sajnáljuk, legközelebb megpróbáljuk jól megoldani. Na, aztán a következő dolog, amiről gyorsan beszélni akarok, mert ez volt a lényeg. Ugye a karácsonyi update programokban még van kettő program hátra, az unboxing és a room tour. Hát persze a külön kiadás, ugye a külön kiadás az 22-én, vagyis holnap, hétfőn fog felkerülni a YouTube-ra. Mert mi azt már megcsináltuk egyébként pénteken, csak ti nem tudtok róla, de ugye ez csak holnap fog felkerülni. Szóval majd a külön kiadás az holnap felkerül, mert azt már biztosra megcsináltuk, az már minden kafa. Szóval az jó lesz, ugye a többi a nyereményjáték meg ezek már lerendeződtek, és akkor ugye most a live az nem lett jó, de még van kettő esemény hátra, ugye az unboxing. Na most ugye az karácsony után lesz, azt tudjátok, az biztos, hogy meg lesz tartva, tehát az nem marad el, az egyszerű lesz, ugye a webkamerával fogom felvenni, illetve a room tour, azt pedig a telefonommal fogom felvenni, azt is karácsony után, ugye a... Ha még valaki nem látta volna a képet, akkor a Facebook oldalunkon elérhető. Megtalálhatjátok, hogy milyen programok vannak, és mikor, pontosan melyik nap.
Szóval még ez a kettő program hátra van, de ez már biztos, hogy meg lesz, szóval az biztos, hogy fel fog kerülni. Na, igen, szóval a Karácsony update programokról ennyit, és akkor utána pedig már lezárul az update programok, és utána újévi update programok is lesznek természetesen, majd ugye, de arról majd megint csinálunk külön videót, külön képet, stb. Az, arról majd időben értesülni fogtok, hogy mik lesznek, milyen kis finomságos lesznek ott új évkor. Na, egy pillanatot megint megnézem, hogy még mit felejtettem el. Jó, na, aztán. Igazából ez a kettő fő dolog, amiről beszélni így akartam. Na most, ugye most egyébként ott van az asztalon a webkamera, itt a mikrofon, a lámpán be van oda készítő, és hát a vlogokról annyit, hogy ugye igazából úgy volt, hogy 2015-kor kezdem így jele vlogokat gyártani, de úgy gondoltam, hogy mivel megvan a webkamerám, akkor miért nem, tehát most már lesznek ilyen kis beszélgetős vlogok, ami éppen tárgy, arról lesz. És mindig itt fogok ülni ebbe a kis sarokba, Európa térképpel a hátam mögött, és király lesz. Na. Ja, szóval vlogok lesznek, gameplayek továbbra is lesznek, csak ugye most azért nem voltak gameplayek úgy kettő hete, mert ugye most voltak ezek a karácsonyi update programok. Na most, hogyha vannak ezek, akkor ugye így is szinte minden nap volt ebbe a egy-két hétbe videó, tehát hol kiönkedás, hol nyereményjáték, hol beszélgessünk Dorinával, hol izé, szóval minden nap szinte volt videó, ezért úgy gondoltuk, hogy akkor most így a karácsonyi update programunk közepette nem csinálunk gameplayeket, sima gameplayeket, de hogyha most vége lesz, akkor karácsony után várhatóak újra gameplayek, szóval azok is lesznek, nyugodjatok meg, újabb játékokból is. Aztán, mit akartam még mondani? Utálom, ha elfelejtek valamit. Na, szóval mi van? Na mindegy. Ja, szóval lesznek gameplayek, és továbbra is nyugodjatok meg. Na, szóval akkor igazából ez a kis első vlog videónak nevezhető, és a harmadik beszélgessünk Dorinával rész így egybe, tömörülve. Ez lett volna. Szóval tényleg nagyon sajnáljuk még egyszer a live-ban történteket. De akkor gratulálunk a nyereményjáték nyertesének, Kuksinak. Vele felveszünk, mondom, még egyszer a kapcsolatot, és megkapja a nyereményét. A vlogok akkor pedig érkeznek, és a gameplayek is. Szóval köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna az első vlog. És a beszélgessünk Dorinával a harmadik része. Ott egy tigris. Nézzétek, tigris! Megint leesett a mikrofon. Na mindegy. Ilyen tigris. Olyan cuki, né? Na. Szia. Na, szóval ezt kiveszem. Már nem, már elegem van. Most szól. Jó. Oké. Hát ilyen kis bénáskodós vlog lett. Na, szóval akkor. Köszönöm szépen a figyelmet. És akkor a karácsonyi update programok még érkeznek. És addig is. Boldog karácsony mindenkinek, és kapjatok sok ajándékot, és kajáljatok be, szóval boldog karácsonyt, de ezt még úgyis el fogom mondani az unboxingba, és a room tour videóba, de semmi baj, én így beöltöztem nektek, remélem, hogy tetszett ez a videó, ha igen, akkor like, most dislike volt, like, és feliratkozás, szóval köszönöm szépen a figyelmet. Most leállítom a videót. Sziasztok!